támogatunkkal, a Volvo Alpok Autó szombatai ügyvezetője Hazafi Lászlóval beszélgetünk, miért döntött úgy, hogy csatlakozik csapatunk jótékonysági akciójához. Én úgy gondolom, hogy mi szeretnénk minél több helyre jutatni a támogatásunkat, és szeretnénk ebben példát mutatni, hogy ne csak mi támogassunk, hanem mások is vegyék ezt a ötletet alapul, és próbálják minél több ember, minél több vállalkozás kicsiket, de több helyre adni. És bízok benne, hogy mi is, ahogy támogatjuk a Csimboraszót, a kórházat, a színházat, alapítványokat, iskolákat, átmenhelyeket, még a kisebb összegekkel is, de próbálunk hozzájárulni a mai nehéz helyzetbe, hogy ezek az iskolák, alapítványok, menhelyek túléljék ezt az időszakot. És arra kérek mindenkit, hogy szintén mindenki saját megoldásában, lehetőségehez képest próbáljon adni valamennyit. A városunk alpolgármesterét, Horváth Csomát kérdezzük, hogy hogy fogadta a felkérést, meg miért döntött úgy, hogy csatlakozik itt klubunk kezdeményezéséhez, a jótékonysági akcióhoz. Egyrészt, hogyha nem is vagyok ott sok meccsen, de lelkes szurkolója vagyok az SKK-nak, én nagyon örülök annak, hogy ilyen jó kézilabda csapata van Szombathelynek, az egyik kézilabda csapata, és mikor az elnök úr megkeresett, azért is mondtam igent, mert ezen a környéken én vagyok az önkormányzati képviselő, sőt, én itt nőttem föl, és nekem ez fontos, hogy ez a környék minden támogatást megkapjon. Nagyon örülök, hogy több vállalkozó is csatlakozott ez a vitaminos kezdeményezéshez, és én is ajánlottam fel ebbe segítséget. Szerintem az ilyen összefogásokból szoktak a pozitív dolgok történni, úgyhogy ez egy jó kezdeményezés volt. Alpolgármester úr, mit szól egyébként, hogy az SKK ilyen jótékony célokat szolgál, ilyen kezdeményezést, akciókat indított? Az mindig jó szerintem, hogyha egy szervezet nem csak éppen a fő tevékenységi körében mutat és hoz eredményeket, az nagyon jó eredményeket hoz, tehát most nyilván itt sporttevékenységről van szó, hanem különféle civil meg egyéb kezdeményezésekbe vesz részt, vagy ő maga az. Én szerintem ez egy nemes ügy, és én bízom abban, hogy még sok ilyen nemes ügyet fognak szervezni. Én biztos, hogyha tudok, csatlakozni fogok hozzá. Ugye a klubunk a támogatóink segítségével vitamin csomagokat juttatott el a Váci Mihály Általános Iskolának. Hogy fogadta igazgató Németh Gábor, hogy ezeket az ajándékokat, kis meglepetést? Hát meglepetés volt, igen, nagyon szépen köszönjük, nagyon kedves felajánlásnak tartom, mert tényleg valahol azt az együttműködést is úgymond szimbolizálja, ami a Kézilabda Akadémia klub és mi közöttünk van, hiszen ez már egy évtizedet meghaladó kapcsolat. Biztos, hogy nagyon jó helyre kerül, itt közvetlen munkatársaimon kívül mindenki segíti az iskolai sportéletet. Többek között ugye régebben a Szivacs kézilabdát, most a kézilabda klubon belül a röplabda szakosztálynak a működését.